Tankúsítató Károly, Medirán királylány mesélő kertje, a barlangi páfrány meséje, a szép születése. A csodálatos kert sziklás részén volt néhány barlang is. Halvány barlangi páfrány kandikált ki az egyik sötét bejáratból. Medirán királylány most megállt előtte. No, te bizony nagyon is sápat vagy már, kedves barlangi páfrányom, szinte sárga. Öregebb lehetsz már, mint a babiloni országút. Mesélj hát nekem valami szépet és érdekeset a réges-régi, nagyon régi időkről. Ezzel leterítette kis szőnyegét, ráült, és sóhajtott egy hosszút. A szétfutó barlangi páfrány erre megrebbentette halvány zöldes sárgás leveleit, és kigyúlt. Medirán figyelt. Messzire elnyúló tengerpartot látott. Az előtérben két emberszerű, de kissé hajlott hátú lény. Jobban megnézte őket. Két ősember. Az egyik alacsony volt, tömzsi, barna, állatbőr a derekán. Öffonatában kőbalta, kezében láncsaszerű rúd. A másik vékony, hosszú, még hajlottabb hátú. Pupumumu vadni, szólt az alacsony, és izmos jobb kezével a láncsát melléhez verte, majd kisé ugrálva a bölény tartását és járását lépett párat. A hosszú hajú vézna egy szót sem szólt. Pupumu vadni, tulu vadadni, bölényni, adni, kibontotta az összekötött kecskebőrt, és gyönyörű narancsokat, banánokat és valami cipóféle tésztát nyújtott át a hosszú vékonynak. Az a fejével bólintott vagy hármat. Aztán elindultak a közeli erdőbe. Földbe vájt kunyhójában Tulu a tűzhely zsarátnokára száraz leveleket szórt. Addig fújta, míg azok lángra lobbantak. Egy mécsesszerű kerek kőtára tett valamit, s a lángot átvitte rá, letakarta egy lyukas fazékfélével, kis apróságokat vett magához, s elindult gyors, de óvatos léptekkel, egyre körültekintve és figyelve az alacsony izmosat. Egy sziklás hegységhez értek. Az egyik szikla alatt alig látszó barlang bejárat volt. Félrehajtották a lombokat, és hason csúszva másztak be. Az első üregben pálcák, hasított kövek, különböző porok és kenőcsfélék hevertek kupacokban. Tulu neki kezdett. Keverte, gyűrte és dagasztotta a porokat és kenőcsöket, majd egy rövid botocskát és hegyes kaparót vett magához. Görnyedve átmentek egy magas falu, nagyobb barlanghelyiségbe, Tulu ott levette a lyukacsos lángtakarót, magasra feltartotta a mécsest, s jobb kezével bekente piros kenőccsel a fal egy sima részét. Ekkor jobbra-balra, előre-hátra hajlongani kezdett, s közben dünnyögött egyre erősebben. Majd kis szünet után, a kaparóval a falon, szinte oda se nézve, húzigálni kezdett, s egyre erősebben ordítva, a kis botocskával is kente, színezte a sziklakarcolatot. Most magasra emeli a mécsestálat, majd leteszi. S megfeszített testtel ugrálni kezd újra, folyton a bölény jellegzetes járását utánozva. Egyre gyorsabban mozgott. A verejték csurgott már a homlokáról. Kis idő múlva megállt, mereven nézte a homályban a rajzot, s üvöltéséből most már ki lehetett venni az ismétlődő részleteket. Bö-bö-bö-bö, lé-lé-lé-lé, nyö-nyö-nyö-nyö, bö-bö-bö-bö, lé-lé-lé-lé, nyö-nyö-nyö-nyö. Először magas, majd egész mély, torok hangon, pu-pu-pu-pu-mu, pu-pu-pu-pu-mu, pu-pu-mu-mu-mu-u. És aztán előről kezdte, és táncolt is közben ismét. Ekkor kivette az alacsony izmos kezéből a láncsaszerű fegyvert, és a derengő fényben a bölény oldalába döpkötte, s végül a kőjárral bele is karcolta. Legvégül hatalmas tenyerével beletenyerelt a szétmázolt vestékbe, s a bölény alá csapta szétnyitott ujjú nagy mancsát. S ugyanígy tett Pupumu kezével is csuklóját fogva. Aztán leültek a barlang földjére, és feszült figyelemmel nézték a rajzot. Aztán csebben kikúztak a barlangból. Medirán izgatotta nézte a nagy jelenetet, melyhez hasonlót életében még nem látott. A
páfránymozin most váltott a szín. Pupumu jött, vállán egy nagy bölénycomb, kezében egy bölényszív. Elhozta a varázslónak. Az igenlően bólogatva átvette, és ismét énekeltek és üvöltöztek valamit, de azt már Medirám nem tudta világosan felfogni. A páfránymozin most óriási időfutamot skálázott végig. Évezredeket és évszázadokat ugorva befutott a közeli múltba. A varázsló földbe vájt kunyhója helyén egy kőoszlop áll, rajta jól kivehető nagy betűkkel egy helységnév, Altamira. Majd óriási impozáns épület, rajta az íves felírás, szép művészeti múzeum. A páfrány Nozi most az épület első termét mutatja be, a primitív művészet termét. Medirám elámul. A hatalmas bejárat szemben ott díszlik a barlangrajz, amelynek megszületését a saját szemével látta. A gyönyörűen kitisztított, reflektorokkal megvilágított sziklarajza. Még Pupumu lándzsájának dövködéseit is látni lehet, a két kéz körvonalai pedig egész tisztán kivehetők. Medirám izgatottan figyelt. Egy választékosan öltözött, imponálóan fenkölt arcú férfi egy bámuló csoportnak magyaráz éppen. Kezében vastag könyv, a címét jól lehetett látni, a szép születése. Erről a rajzról szólt az egész könyv. A fenkölt arcú részleteket olvas fel belőle. Nem nehéz megállapítanunk, hangzanak szavai, hogy ez a bölényrajz volt az első esztétikailag értékes művészi alkotás az emberiség történetében. Újabb részletek felolvasása következett. A könyv elemezte a rajz művészi szépségét, természethűségét, az újkőkori emberi kultúra fejlett művészi érzékéről szóltak hatásos részletek, a gyönyörködtetés és gyönyörködés mesteri vonásairól, s végül az ember a Homo sapiens mindig és örökké élőség kultuszáról, mely itt született meg valaha, a ködbefult ősrégi időkben. Ebben a remek műben. És a fenkölt arcú előadását a halhatatlan örök szépség ideájának magas röptű méltatásával fejezte be. A hallgatók néma áhítattal csüktek a nagy tudós szavain. A hallgatók, de nem mindenki. Medirámnak feltűnt, hogy egy magas, intelligens ember állandó mosolyjal az arcán, kissé idegesen hallgatta az előadást, egyre nézve jobbra-balra kémlelte az emberek arcát. Most pedig a taps elülte után felemelte a kezét és szót kért, s már is beszélni kezdett. A kőkor embere nem gyönyörködni akart. Nem lehetett mai értelemben vett szép érzéke. Riadta, félve járta az ösvényeket, a csapásokat lándzsával a kezében, és éhezett. Enni akart, nem gyönyörködni. Nem ura, biztos gazdája volt a környezetnek, mint a mai ember, aki a természetben, mint sajátjában gyönyörködhet, hanem félénk, menekülő rabszolgája, a millió irányból rátörő veszélynek. Félelmek özönében élt. A közönség figyelt, helyeslően figyelt, egyre élénkebben. Nem az volt a cél, hogy szép legyen a mű, hanem a vadász-varázsló alkotása akkor volt tökéletes, ha a megrendelő vadász elejtette a vadat. A varázsló sziklarajza olyan szerepet játszott a kőkorszakban körülbelül, mint amikor ma a vadászt megtölti a fegyverét. Kis szünet után így folytatta. Ezeket a sziklarajzokat tehát nem a szép művészeti múzeumokba kell elhelyezni, hanem a hadtörténeti múzeumokba, vagy a húsipari emléktárakba, vagy az élelmezés tudományi intézetekbe, hiszen pontosan oda tartoznak. A közönség most már kacagott, s a hallgatók éppen tapsra emelték a kezüket, amikor kitört a vihar, és a páfrányt kitépte gyökerestül, mire a növénymozi képsora is automatikusan megszakadt. Medirám magára kapva köpenyét és vékony, meleg perzsaszőnyegét hazamenekült. Otthon végigdülve kerevetjén átgondolta a növénymozi adását. Elismerte, hogy gyönyörűek ezek a sziklarajzok, s azt kívánta, bárcsak némelyik mai festőművész is úgy alkotna, mint a Magdaléna ősművész,
Táncolná révületben és önkívületben önmagát, és úgy ordítaná üveges szemmel verejtékezve, hogy bö-bö-bö-bö, lé-lé-lé-lé, nyő-nyő-nyő. Medirám ezen az éjjel csak nagyon későn tudott elaludni. A dárdát hajító Pupumu diadalmas bölény vadászatáról álmodott. Ez volt hát a mese, mára. Holnap az izlandi Zuzmó és a Boróka fenyő meséjét hallgathatjátok majd meg. Ez lesz az utolsó Medirám királylány mesélő kertjéből. Úgyhogy legyetek szívesek, és a Veresey Meseszínház Facebook oldalán szavazzátok meg, hogy mi legyen a következő történet, mi legyen a következő könyv, amit majd csütörtökről felolvasunk nektek szintén ehhez hasonlóan. Illetve játszatok a könyvért, hogyha szeretnétek megnyerni, ha tetszettek a történetek belőle, ha nem, akkor is, mert ez egy szép emlék lesz, hogy ezeket a meséket hallgattuk karantén idején. Jó éjszakát kívánok, szép álmokat, sziasztok!